Félidőben 1-0 az eredmény, a Hollandia-Magyarország Európa-bajnoki selejtezőn a hazaiak javára, és hát mit aggadás, ez azért várható volt, mi több, ugye 5 perccel később kaptuk azt a bizonyos gólt, mint ahogy ez a Puskás Ferenc stadionban 4 nappal ezelőtt történt. Mielőtt megnéznénk az összefoglalót, azért Betta, kíváncsiak vagyunk, hogy mit tudunk a nézőkről, mit küldtek nekünk eddig? Elég szélsőséges SMS-ek érkeztek, és elég sokan bírálják a válogatottunk játékát, de egy konkrétum. Tisztelt Púl úr, nem értem a játékvezető döntését, ha már visszafújja a szabadrugást, hol marad a sárgalap? Jó kérdés. De várjuk meg azért akkor a képeket, jó, Sanyi, hogy mi lesz. Jöjjön az összefoglaló, és akkor majd abban külön is kitérsz rá, jó? Na, akkor nézzük az összefoglalót. Szóval, mint mondtam, a 13. percben a bevett labda után egy kicsit lekéstünk róla. Van Persie az, aki a gólt szerzi, de hát itt óriási hiba volt, azt hiszem, Juhász meg Vancák egymásra futott. Igen, hát itt nem fogtuk meg az embereket, itt egy az egybe kellene, hogy kialakuljanak a párok. Adott esetben voltak, de aztán Van Persie levált, lehet látni itt a hibákat. Egyébként, ha lesz majd idő, akkor egy kicsit kielemezzük, mert nagyon sok érdekes dolog van benne. Hát most kivételesen nem kijátszottak a hollandok, hanem a figyelmetlenségünket használták ki. Aztán itt a második eset, Van Persie és Kölcs szenzációs játéka. Marci, hogy láttad? Nagyon jó ritmusban indította Kölcsöt. Alá akart rúgni a labdának, de egy kicsit rosszul találta a labdát, 100%-os gól helyzet. Nagyszerű a labda, Van Persie, hogy tényleg ütemben kapja. És aztán most figyelj nagyon, Sanyi, mert ez egy érdekes szituáció. Itt van a szabálytalanság, a játékvezető fúj, a játékvezető karját nézem, csak aztán utána azt látjuk, hogy Dzsudzsák megkapja, bevágja, és a játékvezető azt mondja, hogy kérem vissza a labdát. Igen, hiába figyelek, mert nincs képanyagunk arra, ahol látnám egyértelműen, hogy mi történt. Ettől függetlenül maradjunk annyiban, hogy két dolog létezik, vagy a támadó kéri a 9 méter meg a kijelölését, a fosság alapot kellett volna adni. Ha a játékvezető közli, hogy nem engedi, csak simszó rárugni, akkor szintén ságalapra kell figyelmeztetni az elrúgó játékos, tehát érthetetlen a döntés. Igen. Aztán már ugrottunk egyet. Juhász nem találja el a beérkező labdát, azzal mázlink, hogy Van Persie is ugyanezt teszi. Hát a szokásos végjáték, a kényszerítő elmozgás és helyzet. Szerencsére, hogy jobb lábbal Van Persie nem merte elvállalni, a bal külsője pedig hát innen nem vezetett eredményre, hál' Istennek. Dzsudzsák remekül rajzolja fel a labdát Vancák fejére, csak egy kicsit magas, Marci. Kicsit elszámított a labdaívét, talán hogyha kicsit a hosszabbról indul, akkor jobban eltalálja, és gól lehetett volna belőle. Aztán Rudolf megy be, a beadott labdát viszont könnyen hárítja form. Én magunkat, szárnyainkat volt lehetőség, legalább kapura lőttünk, tehát megmutattuk, hogy mi is ott vagyunk. Zavarta is őket. És talán a legnagyobb helyzet, azon kívül, amit mi azt mondjuk, hogy nem adott meg a játékvezető, egy visszaadott labda, ajtó, ablak, Rudolf, megint forma végállomás. Sajnos kimaradt a helyzet, viszont itt megint gyönyörűen kimozgattuk a holland védelmet, a védekezésüket, és ezek a kreatív, váratlan dolgok azok, amelyekre építeni lehetne, rögtön helyzetbe kerültünk, sajnos nem rúgtuk be a helyzeteket. Na erre a góra még, majd mindjárt visszatérünk, de akkor Sanyi, azt a nézők is az SMS-ben hát nem igazán méltányolták, hogy a játékvezető nem volt konzekvens ebben az ügyben. Erről van szó, hisz még egyszer mondom, tehát két eset lehetséges. Vagy eldönti a játékvezető, hogy nem engedi elvégezni gyorsan a szabadrúgást, akkor jeleznie kell a játékosok felé, hogy sípszóra lehet elvégezni, vagy pedig az a történet van, hogy kéri a támadó, hogy jelölje ki a játékvezető a 9-15-öt, akkor szintén arról van szó, ha engedély nélkül elővik, akkor sárgát kell adni. Itt egyik esetről sem volt szó. Az egy másik dolog, hogy a képanyagból látszik, hogy mint a holland védelem állna, tehát ők lehet, hogy sejtettek valamit. Ettől függetlenül maga a játékvezetőnek az eljárása az nem mondható. Hát most finoman próbálok meg fogalmazni. Nem igazából illett, amit csinált. Úgyhogy megpróbál, ettől szebben nem tudom elmondani. Tibi, te meg azt mondtad, hogy vissza tudunk térni még a kapott gólra is. Igen, hogyha a bejátszást fogjuk látni, akkor én tartom a véleményem, hogy ez a figyelmetlenség, ez megbosszulta magát. Itt lehet látni, hogy még Van
Percy mellett volt, nem tudom, talán a Gera, ő ellép, a magyar játékos állva marad. És nézzük meg, bejön a labda, majd itt a csúsztatás, és Van Percy meg teljesen egyedül maradt, úgyhogy innentől kezdve nehéz volt ezt kihagynia. Egy szöglet, egy pontrugásból ez van. Tehát ilyen gólokat el kell, és itt a következő, hogy nézzük meg, Juhász Roland. A párharcon belül, nem tudom, a Vancák Jurit, vagy a Lackó, nem a Vancákat löki rá az ellenfélre. Ezzel mind a kettő majd aláugrik, engedjük tovább. Nézzük meg, egy hihetetlen butaság. Rálöki az ellenfélre, ezért nem is ugrik föl. Így megy a túloldalra Van Percyre, és Van Percyről az ember lemaradt, nem tudom, hogy kinek volt kiosztva, és ilyen ajándékot adtunk az ellenfélnek. Hát itt a periférikus látással azt mondja, hogy kicsit baj volt. Nem, figyelmetlenség. Tehát ha ki vannak osztva a párok, akkor azt ott küzdeni kell. No, mi van még, amit az első fél el kell mondani, Marci? Csatárjátékunk? Voltak biztató momentumok, szerintem a Rudolfnak a helyzete volt az egyik legnagyobb lehetőség. Volt egy másik komoly helyzet. Én gratulálok a Sanyinak, olyan finoman fogalmazott a bíróval kapcsolatban. Te mást mondasz? Nem, ugyanezt mondom, hogy érthetetlen számomra, és amint feltűnt, hogy a hollandok háttal voltak a labdának, és ilyen profik nem szoktak. Tehát a szabadrugás után szinte háttal sétáltak a kapujuk felé. Ilyenkor azért mindig az van, hogy valaki a labda közelében van, vagy megállítja a gyors labdaindítást. Sajnálom, hogy nem adta meg a bíró. Mink kellene változtatni, Tibi? Hát, hogy ilyen gólokat ne kapjunk, ilyen figyelmetlenségből, rendezetlenségből, és ugyanakkor az ilyen bátrabb támadó játékot. Tehát most ráéreztek a srácok, hogy ez a holland csapat ma legalábbis az első fél idő alapján nem annyira harapós, mint itt Budapesten volt. Bátran meg kell indítani a támadásainkat, úgy, ahogy Gera Rudolf esetében láthattuk. Sőt, a Balázs is, ha feljavul, akkor ő is közelebb kerülhet a kapuhoz. Úgy tűnik, hogy a második játékrészben Van Nistelrooy is helyet kap majd a hazaiaknál. Ismét kapcsoljuk az Amsterdam Arénát, Faragó Riárdi. Bert van Marwijk Ruud van Nistelrooynak magyaráz, jön tehát a nagyszerű csatár, aki negyedik a holland válogatott török góllövő listáján 34 találattal, Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp és Fas Wilks mögött. Cserélnek a hollandok és cserél a magyar válogatott is, méghozzá Koeman Vladimir a pályán 15-össel. Egyelőre azt próbálom kideríteni, hogy kinek a helyére, mert azt még nem mutatták itt a táblán. Minden esetre hamarosan megfejtem. Tehát Koeman Vladimir beszállt a második félidőre. Pintér Ádám helyén, tehát egy támadóbb szellemű variáció következik most a magyar csapattól. Az egyébként szerintem jól játszó Pintér helyett Koeman a második félidőben. Zsuzsák és Van der Wiel. 1-0-ás holland vezetés, tehát a gólszerző Van Persit kellett lecserélni. Rudolf megy ki a szöglethez, ott marad Zsuzsák is, lehet, hogy kis szöglet lesz. Valóban. Rudolf, onnan rá is lehet lőni. Rudolf még egyet húz. Rudolf! És bepattan! 1-1! Bravo Rudolf Gergely! Szenzációs volt ez a variáció! Nem vették komolyan a hollandok, visszakapta Zsuzsáktól, jött befelé, még jött, és utána berúgta. A maroknyi magyar tábor ünnepel, megvan az egyenlítés. Itt húz egyet befelé, és még most sem lövi el, csak itt megpattan két hollandon. De hivatalosan Rudolf gólja. Nagyszerűen kezdjük a második félidőt. Rudolf 6. találata a magyar válogatottban. Nagyon-nagyon szép gól volt a 20. meccsén. Gólt szerzünk Amsterdamban, ami nem sikerült otthon a Puskás stadionban, az itt a második félidő elején megvan. Na mennyire bosszantjuk föl a hollandokat, most ez a nagy kérdés.
elkezdenek-e nagyobb elánnal játszani a narancssárgák, vagy mi kapunk egy olyan lendületet, hogy esetleg valami nagyon szép eredményt elérünk. Ez szabálytalanság, Gera csúszott be. Bert van Marwijk minden esetre talpon a holland kispad előtt. Ez nem várt fordulat holland szempontból. Eliát küldi el melegíteni, ha jól látom, Bert van Marwijk. 48. perc, Snyder lövése jön le. Van der Fartyvel. Most kell nagyon figyelni ezekben a percekben, mert most sebzett vadként hihetetlen veszélyes lesz a holland csapat, az biztos. Heitinga. Afellay. Snyder. Szép labdaszerzés Vadóctól. Briskin. Nagyon szép mozdulat, és Rudolfnak csak megérte a sok-sok küszködés, mennyit harcolt, hány könyökölésen, kész csatán volt túl. Gyönyörű gólt rúgott Rudolf Gergely. Elsősorban azt kell díjaznunk, hogy vállalkozott, hogy megmerte csinálni azt, amiről tudta, hogy tudja. Ez azért nagy dolog, mert Pesten nem merték a miénk azt sem megcsinálni, amit tudnak. Az olasz bajnokságban nagyon nagy csapatoknak rúgott gólokat Rudolf, a Rómának, a Juventusnak és a Milánnak. És most a holland válogatott ellen is eredményes volt. Van Nistelrooy. Snyder. Vadóc. Coman. Dzsuzsák. Üres a jobb oldalon Gera. Dzsuzsák inkább Priskint választja. Rövid, Van der Wiel. Juhász. Ez azért elég nagy pofon volt a hollandoknak, és úgy látom most kicsit megfogta őket ez a gól, bármilyen fura kijelenteni. Dzsuzsák. Rudolf. Dzsuzsák jobban adja középre, Gera! Gól! Vezetünk! Micsoda gólt rúgott Gera Zoli! 2-1 Magyarország javára! Elképesztő gólt rúgtunk! Álomszerű 5 perc a második félidő elején! Gera kapásból bebizonyítja, hogy technikailag tökéletesen képzett futballista. Bert van Marwijk és Filip Kökü, mint akiket odaszögeztek. Van Marwijk most pattam föl, Dzsuzsák beadja, és ahogy érkezik Gera, az káprázatos. Döbbenet az Amsterdam arénában. Önök nincsenek itt, én körbenézek, és döbbent arcokat látok magam körül. Nem akarják elhinni a hollandok, hogy mi zajlik. Rudolf és Gera góljával átveszi a vezetést a magyar csapat. Lehet, hogy megmosolyogtak sokan, amikor azt mondtam, hogy megfogta a gól a hollandokat, de itt a helyszínen ez érezhető volt, és azt gondolom, hogy Gera gólja is ezt igazolja. Most aztán jön persze a bíztatás. Hát ez valami csoda lenne. Most könyörgöm, valahogy az órát tekerjük előre, egy órával, ugye most hétvégén volt az óra átállítás, most kéne még egyszer megcsinálni, és akkor 3 ponttal utazhatnánk haza. Rudolf. Dzsuzsák, ő is milyen jól adta be. Ez lesz. Lám-lám a dőfösség azért hova vezet. Nem mondom, hogy a holland csapat nem nyeri meg ezt a meccset, de olyan nagyképűen játszottak már időnként, hogy ezt most nagyon-nagyon megérdemelték. Van Nistelrooy. Magyar bedobás jön. Ó,
alaptétel a sportban, soha ne becsüld le az ellenfeledet. Akármilyen jó vagy, akármennyivel vagy jobb. Ez olyan hiba, amit senki nem engedhet meg magának. Még akkor sem, ha világbajnoki ezüstérmes. De most ne a hollandokkal foglalkozzunk, ez legyen az ő problémájuk. A magyar csapatot kell dicsérni, amely úgy jött ki a szünetről, már a csere Koman behozatala is azt bizonyította, hogy Egervári Sándor nem az eredményre ül rá, nem abban gondolkozik, hogy na jó, húzzuk ki ezzel az 1-0-val, és menjünk szépen haza egy tisztes vereséggel. Úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy megpróbál a magyar csapat egy bravúrt végrehajtani, megpróbál változtatni a helyzetén, és vezet 2-1-re. Köjt. Affelai. Gera. Uha. Lám, most ez mehet tovább. Ugyanilyenből rúgtunk gólt, és most mutatja Juhász, így van, a következetesség, ami egyáltalán nincs meg a játékvezetőben, felháborító. Most a hollandok ugyanúgy végezték el a szabadrugást. Hát persze, hogy mondták neki a magyar játékosok. Sneijder. Kirúgás jön. Ruud van Nistelrooy, mint említettem, negyedik 34 góllal a holland góllövő listán, az örök ranglistán, 35 gólos Wilks, 37 van Bergkampnak és 40 gólos Patrick Kluivert. Ő próbálja behozni van Nistelrooy még. Na itt vannak a döbbent arcok, most látták egy pillanatra. Hatalmas ünnepség volt még itt a szünetben is. Zenére táncoltak a holland szurkolók a lelátón. Most egészen más hangulatban vannak. Koman. Juhász. Lackó tolta meg. Nincs szabadrugás. Pedig hozzáért Köjt a magyar játékoshoz. De Jong. Zsinórban 7 mérkőzésen győzött a holland csapat. Zsinórban 13 selejtezőt nyert meg a holland csapat, és ellenünk Zsinórban 6-szor győzött Hollandia. Sok-sok sorozat, amit nagyszerű lenne megszakítani. Priskin. Rudolf. Matthijssen üldözi. Nagyon jól veszi vissza Rudolf. Gera beadhatja. Gera. Rosszul találja el Van der Wiel. Lackó. Dzsudzsák. Nagyon jó beadás. Priskin érkezik. És nézzük csak meg, hogy Peters hogy vágja ki a labdát. Teljes zavarodottság a holland válogatotton belül. Bert van Marwijk sem tudja, hogy mi történik a pályán. Óriási dicséret ez a magyar válogatott számára, higgyék el. Megint kis szögletre megy oda Rudolf, de Dzsudzsák úgy tűnik most berúgja majd. Így van, Dzsudzsák szöglete, farm. Egymást zavarják a hollandok, Rudolf szerzi vissza, Rudolf. Rudolf lövés, a farm! Egyértelműen miénk a második félidő. Ha jól láttam, a takarásban Martens Tekelenburg volt az, aki törött hüvelykujja miatt nem védhet a holland csapatban. 57. perc, Hollandia-Magyarország 1-2. Vancák rúgta el, Van Nistelrooy meg Vancákot rúgta meg. Hát most egy kicsit hadálmodozzunk. És képzeljük magunkat 84. október 17-ére Rotterdamba, amikor 2-1-re nyert Magyarország. Úgyhogy a hollandok vezettek Kieft góljával. Most is a hollandok vezettek.
lesz-e ugyanúgy 1-2 a vége. Akkor Détári és Eszterházy, most Rudolf és Gera. Óriási siker, csodálatos lenne. Tényleg csak álmodozom. Nézzék el nekem azok, akik inkább most a földön járnak. Olyan jó egy picit most álmodozni. Afellay. Snyder. Afellay. Dzsudzsák jött vissza. Vadóc. Nagyon jól tolja meg, és De Jong szerel. Bedobás. Vadóc egy kicsit önkéntelenül is fölkapta a lábát, amit nem csodálok, mert ugye nem csak a Xabi Alonso-s történet volt De Jongnál, hanem tavaly márciusban eltörte az amerikai Stuart Holden szárkapott csontját, majd október 3-án egy angol bajnokin Hatem Ben Arfa lábát. Neki síp és szárkapott csonttörése lett a De Jonggal való találkozás után, úgyhogy nem csodálom, hogy Vadóc egy picit megriadt. Koman. Vancák. Lázár. Gera. Lázár, és most mi tartjuk a labdát? Gera kapja vissza. Gera, középre Priskin! Ha-ha! De nagy játék volt! Most már kezd fügykoncert kialakulni az Amsterdam arénában. És a Ria-Ria Hungária szól abban a felső karéban, ahol a magyar szurkolók helyet foglalnak. Szabadrugás. Juhász sárgát fog kapni. Ez jogos. Itt késve lépett oda. Hatalmasat kapott Van Nistelrooy. Van der Vaart a labda mögött. 14 perc telt el a második félidőből. Van der Vaart teker. Most pedig Snyder. Megcsúszott. Afellay. Most nagyon beszorulunk, Van der Wild, hát erre lehet számítani. Köjt mellel, Lázár. Peters. Snyder. Snyder. Van der Vaart. Koman zavarja meg nagyon jól. De Jong. Van Nistelrooy, Peters, Afellay, Snyder. Ajaj, így jó nekik, Snyder! És berúgja. Óriási bal szerencse volt. Egy magyar lábról pattant vissza Snyderhez. 2-2. Ez hihetett, tehát rossz volt az a kényszerítőzés. Nézzék majd meg, itt, teljesen rossz passz. Aztán visszakapja Snyder. Vadóc volt a bal szerencsés, akiről oda pattant Snyderhez. 2-2. Mutatják is Vadóc, de nem tehet róla, egy reflex mozdulat volt, de nagyon-nagyon rosszul jöttünk ki belőle. Köjt. Most nehogy összezuhanjon a magyar válogatott, az egy pont is csoda lenne Amsterdamból. Ugyanazt kell játszani, mint eddig a második félidőben. Vancák rúgta ki. Természetes, hogy a hollandok is most azonnal erősítenek. 4 gól. És ez most magas, ráadásul lökés is, szabadrúgás a magyar csapatnak. A spanyolok elleni VB döntő után egy barátságos meccsen Ukrajnával játszott 1-1-et a holland csapat.
azóta győzött San Marino, Finnország, Moldova, Svédország, Törökország, Ausztria és Magyarország ellen. A egymás utáni 8 győzelem a második legjobb sorozat lenne az aránya történetében. A VB előtti időszakban volt egy 10 meccses győzelmi sorozata Bert van Marwijk csapatának. Tehát nagyon jó lenne, hogyha az nem jönne össze. Pancák. Rudolf. Lackó. Koman. Üres a jobb oldal. Gera mutatja magát folyamatosan. Hású Dzsuzsák észreveszi, nem, de ide kerül hozzá. Gera. Ez lecsúszott, de az a kapásgól, kérem szépen, az valami egészen parádés volt. Peters marad lent. Emanuelsson érkezik majd. Peters tehát nem tudja folytatni a játékot, a második cseréje a hollandoknak. És Urbi Emanuelsson érkezik, aki most már a Milán játékosa, de itt az Ajaxnál volt nagyon nagy kedvenc. 14. válogatott meccse, 24 esztendős Emanuelssonnak. Nagyon sokat jön előre és segíti a támadásokat, tehát nagyon-nagyon kell rá figyelni. Matthijssen. Van der Vaart. A Fellainak rossz a sarkalás. Köit lőhet, megcsúszott ő is, nem baj, csúszkálnak a hollandok. Elég fura egyébként ez. Meg is nézi a talajt magának, Köit. Fülöp. Van der Vaart. Rudolfot nem tudja ellökni, Rudolf emelget, de Jong labda volt, formhoz kerül. Van der Wiel már indulna meg, Dzsuzsák lemarad most róla. Komannak kell oda váltania. Van der Wiel, Lackó. Heitinga. Keresztlabda után Emanuelsson. Afellay. De Jong. Snyder. Vadóc. Köit. Afellay. Emanuelsson, Afellay, Emanuelsson, csak bírjuk idegekkel ezt a futtatást, a labdatartást a hollandoktól. Így van, Rudolfé. Ritka pillanat, elpattant Van der Vaarttól a labda. Rudolf, oj, de kár! Priskint szerette volna ballal játékba hozni. Nagyon jól játszik Rudolf Gerge is. Hát nem lehet összehasonlítani a pinteken és a malátot magyar válogatottat, és higgyék el, ez hihetetlen nagy fegyvertény. Egy olyan 0-4 után így játszani Amsterdamban a világbajnoki ezüstérmes ellen, akármi lesz a végeredmény, megsüvegelendő. Nagyon összeszedte magát a magyar válogatott. Van der Vaart. De Jong. Emanuelsson, Matthijssen, Snyder, Afellay, nem tudnak most előrébb jönni a hollandok, ott passzolgatnak, ameddig csak akarnak. Lesch,
Van Nistelrooy lesről lépett vissza, utána próbálkozott lövéssel, intett. Kim Thomas Haglund asszisztens. Nézzük csak. Hát... Legyünk igazak magunkhoz, azt gondolom ez inkább egy vonal volt. Priskin, rengeteget küzdő is, Mathiesennel és Heitingával. Gera! Farm! Juhászon lökött szerintem Van Nistelrooy. Őt és Lackó, Lackó nyeri a párharcot. Badóc, nagyszerű indítás, nem lesz, Priskin viheti, Form kijön, Priskin, még vissza Csuzsák! Priskin nem merte átemelni ballal a kifutó kapuson. Micsoda labda volt Vadóctól. Nézzék meg, és tényleg nem les. Rossz ütemben jön Form, ott ballal átemelhette volna talán Priskin, de hát innen sokkal könnyebb persze. De kár érte. Köjt, les. Azért a tűzzel játszunk, mert Van Nistelrooy állandóan ott van a les határon. Ehhez nagyon ért. És ez most az is. Van Marwijk nem tudja ülve nézni a hollandok produkcióját. Ez most neki is kellemetlen meglepetés. Emanuelsson dob. Heitinga kapja. Legközelebb szeptember 2-án San Marino ellen hazai pályán játszik a holland csapat. Ez nem kérdéses, hogy ott milyen végeredmény születik majd. De hát szeretnének most is 100%-osan, úgy, mint a VB-selejtezők során. Semmi nem volt, így van. Van Nistelrooy integet, Moon is, hogy álljon föl. Rudolf. Priskin. Komam. Lázár érkezik, forma. Affelay. A 70. percben járunk, 2-2-re állunk Európa-bajnoki selejtezőn a hollandok ellen. Snyder. Azt mondta Egervári Sándor tegnap a sajtótájékoztató után, meggyőződése, hogy sokkal szorosabb lesz a mérkőzés, mint a hazai volt. Legyek őszinte, nem voltam benne biztos, hogy igaza lesz. Tököli veszi le a melegítő felsőjét, csatárt cserélünk Amsterdamban. Köjt. Van der Wiel, Van der Fart mutatja magát és kapja meg a labdát. A bal oldalon Emanuelsson ragad hozzá. Snyder, De Jong. Most megpróbálják széthúzni a védelmünket, Köjt beadása, szöglet. Öt négyes szöglet arány. Rőt Van Nistelrooy várja a beadást. Visszapattan. Vadóc fejelte ki. Komam, Dzsuzsák üresen. Most, így de kár érte. Mindegy, így most eljut Dzsuzsákhoz. Komam, Dzsuzsák. Fülöp. Rudolf helyezkedik, ő nem volt lesen. Rudolf szépen vette le és jól is játsza meg. Dzsuzsák, jó a keresztlabda. Gera húzódott előre. Gera, jön Lázár és lőhet esetleg, nem. Affelay visszaért.
nagyon-nagyon fegyelmezetten játszik Ibrahim Afellay, igazi sztár már, Barca játékos, de mindig visszajön az előre törő Lázárral. Most pedig már ő cselezget. Pétre Lackónak kell odaérni. Van Nistelrooy, gól! 3-2. Ezt tudja, de azt nagyon. Egyetlen helyzete volt, amiből kapura lőhetett eddig, amióta beállt, ez volt az. Előre jöttünk, föllazult a védelmünk, kihasználták a hollandok, és Ibrahim Afellay kulcs szereplő volt ebben. Ő jött vissza, ő szerzett labdát, és utána ő az, aki itt keresztbe teszi káprázatosan Köithöz. Köit begurít, és Van Nistelrooy jön, megpattan Juhász lábán. 3-2-re vezetnek a hollandok. Mintaszerű kontra volt, sajnos. Ruud van Nistelrooy holt versenyben harmadik a holland gollövő listán. Fast Wilksnek is 35 gólja volt, igaz neki 38 meccsen. Van Nistelrooy ma 71-szer válogatott, de hát azok más idők voltak, amikor Wilks játszott. Közben bejött Priskin helyére Tököli Attila. 74. perc. Nyilván elfogult vagyok, de ez a magyar válogatott ma pontot érdemelne itt az Amsterdam arénában, az én véleményem szerint. Azért, amit a második fél időben bemutatott. Van der Wiel. Zsuzsák. Rudolf. Zsuzsák. Gera indul. Gera! Gera Zitzerben! Gera! Gól! 3-3! Gera Zoltán! Duplázni tud! Egészen hihetetlen, amit a magyar csapattól látunk. Egervári Sándor joggal mosolyoghat, mert nagyon-nagyon büszke lehet erre a csapatra. 2-1-es vezetés után kap a magyar válogatott két balszerencsés gólt, és megint föláll a padlóról, Zsuzsák passza után Gera. Azon a meccsen villog a leginkább, amikor a legjobban kell. Szenzációsan fölrúgja, form nem tud hárítani. Az bizony bent van, Mr. Van Marwijk. 3-3 az Amsterdam arénában. Gyönyörű labdát adott Zsuzsák, és Gera Zoltán most már 21 gólos válogatott pályafutása során, is említettem még a meccs elején, hogy Kiprik József óta nem volt senki, aki a 20 gólt elérte volna. 20 év után Gera nem 20, hanem 21 gólos most már. Parádés, amit a miénk művelnek. Na most mondja valaki, hogy nem érdemelnénk döntetlent. Afellay, csak még nagyon-nagyon sok az a majdnem negyed óra, ami hátra van. Van der Wiel! Lemarad Van der Vaart. Zsuzsáknak vissza kell zárni a Van der Wiel-lel. Jó, azért ez elég sokon múlott. Kicsit Fülöp húzza az időt, nem probléma. Hát ha ezt látják a Fulemnél, amit ma Gera Zoli focizik, hihetetlen, hogy ez az ember nem fér be abba a csapatba. Zsuzsák.
itthon vagyunk, kiabálják a magyar szurkolók. Farm. Azt hittem volna a meccs előtt, hogy hármat kapunk, de egy hármat rúgunk, a fejemben meg nem fordult, őszinte leszek megint. Juhász. De szerintem nincs magyar ember, aki azt gondolt, hogy három gólt rúg a magyar válogatott a pénteki mérkőzés után. Ez ami olyan átváltozás pozitív irányba, ami tényleg csak a legszebb álmainkban fordul meg a fejünkben. És még egyszer mondom, ez teljesen független attól, hogy mi lesz a végeredmény. Mert azt senki nem vitathatja el ettől a csapattól, hogy káprázatos, ahogy lélekben összeszedte magát. Emanuelsson. Snyder. Lázár lemarad. Afellay. Gól. Dzsudzsák sem ért oda. Köjt. Afellay beadása után 4-3 Hollandiának. Nagyon jó mérkőzés. Ez persze most nem vigasztal minket. Dirkőjc. Hát, hihetetlen, hogy maradhatott ennyire üresen. Lackó is behúzódik, teljesen feleslegesen. Dzsudzsák meg nem ér vissza. Több mint 10 perc van hátra. Lehet-e még egyszer csodát végre hajtani, azaz még egyszer egyenlíteni vert helyzetben? Tökölihez nem jutott el. Farm. Persze Puhl Sándor is azt mondta, hogy még pénteken a harmadik félidő arénában is abszolút igaza volt, hogy bónusz lenne, ha pontot szereznénk a hollandoktól. De hát látva azt a játékot, amint a mieink a második félidőben produkálnak, ezt a bónusz nagyon-nagyon kiérdemelnénk. És miután a svédeket 4-1-re megverték a hollandok, az az egy plusz pont hatalmas jelentőséggel bírhatna a későbbiekben. Afellay nagyon jól játszik. Ezért vette meg a Barcelona. Köjt. Aj, de szép gól! Mutatja, hogy nem így akartam, be akartam adni. De hát ettől még 5-3. Hatalmas szerencséje van ennek a holland csapatnak. Eleve persze jobb képességű csapat, de azt a mázni tömeget, amit majd a hollandok összeszednek, a Vadócról Snyderhez pattanó labda, a Juhász lábán meg pattanó lövés, és most még ez is. Nem beszélve a bíróról, aki visszafújta Dzsudzsák gólját. Két második gólja ezen a találkozón. Lecsúszott neki, egyértelmű. Nézi, hogy ki van középen. Alányul. És beesik a labda a kapuba. 5-3. Hát mindkét fél megemlegeti ezt a mérkőzést, azért az egészen biztos. Mi nagyon sok erőt meríthetünk, függetlenül a végeredménytől ebből a meccsből, mert az a csapat, amelyik itt tud játszani az Amsterdam arénában, az sokkal többre képes, mint amelyik pénteken vereséget szenvedett, nagyon sima vereséget a Puskás stadionban. Ezek a fiúk, ugye kérdezgettük, hogy melyik csapat igazi arca, azt, amelyik
amiket a svédek ellen mutatták, vagy Finnország ellen, amikor nyertünk, vagy az, amelyiket pénteken láttuk, nem az, amelyiket pénteken láttuk, nyugodtan mondjuk ki. És ez ma bebizonyítja a magyar válogatott. És a hollandok is leckét kaptak azért. Nagy szerencséjük, hogy tudtak váltani, mert nagyon sokszor ez nem sikerül mérkőzésen belül. De hát nem véletlenül világbajnoki ezüstérmes ez a holland csapat. Hihetetlen egyéni teljesítmények. Sneijderé, Köyté, Afellayé, Padóc. A 83. perc, megint örömünnep van, ahogy hallják. Rudolf megy el, Matthijssen. Óriási csend volt, hogy emlékezhetünk arra az időszakra, amikor vezettünk, amikor egyenlített Gera, és most megint népünnepély. Mintha mi se történt volna, pedig hát csak minden történt. Matthijssen. Van der Vaart. Matthijssen. Sneijder, Afellay, Coman zavarja. Ha így marad, akkor egymás után hetedszer győznek ellenünk a hollandok. Ez a harmadik legjobb sorozatuk lehet egy adott ország válogatottjával szemben. Ciprust egymás után 9-szer, Luxemburgot egymás után 8-szor verték meg. Mindkét sorozat aktív, és ellenünk a hetedik lenne. Forma. Matthijssen. Afellay. Van der Vaart. Van der Wiel. Van der Vaart keresztbe. Coman. Padóc. Tökörén perdül fel a labda. De Jong. Juhász és Van Nistelrooy versenyfutása. Tét. Emanuelsson eléri még. Tét rossz átadás a Dzsudzsák. Rudolf. Madóc. Vancák. Vadóc. Hát vége az őrült rohanásnak, azt megállapíthatjuk. De ez a második félidő, ez valami egészen hihetetlen volt. Lázár. Van der Vaart szerelte Gerát, Coman. Lackó. Vadóc. Dzsudzsák.
Marco van Basten és Ronald Koeman. Micsoda futballisták voltak. Frank Rijkaard. Heitinga. Forma. Kölj csúsztatta tovább Lackó mellett. Vancák fejeli el. Kölj T. Hát ezek azok az egyéni hibák, amiket ki kellene valahogy küszöbölni. Persze hát nagyon nehéz. Snyder. Snyder ívelése, Juhász kiengedi. Mert most is persze jócskán lehet majd elemezni a kapott gólokat, hogy ki hogy helyezkedett rosszul, miért nem ért vissza. Valahogy csak megkaptuk ezt az öt gólt, mert mindegyik volt olyan, mint Köjt utolsó gólja, az a szerencsés emelés. Elgero Elia érkezik majd egy újabb hamburgi Ruud van Nistelrooy után. Itt most már elpasszolgatnak a hollandok. A 89. percben járunk és 5-3 az állás. Ha valaki ezt megjátszotta, nem tudom milyen szorzója lehetett. Emanuelsson. Koeman. Lackó. Gyugyák lép vissza. Koeman. Tököli. Lesem. És most jön a csere, illetve nálunk is lesz majd változtatás. Cvitkovics érkezik majd. Mérkőjtött hozza le Bert van Marwijk. Ezzel lett 4-3, ezzel meg 5-3. Van egy álmom. Nyilván az, hogy Európa bajnok legyen. Na most már mosolyognak, felszabadultam van Marwijkék. Nem így alakult korábban. És Vadóc helyére jön Cvitkovics Péter. Vadóc Krisztián azt gondolom megint bizonyította, hogy lehet vele számolni a válogatottban. Nagyon nagy balszerencséje volt, hogy oda pattant Snyderhez az ő lábáról, de egyébként rengeteget dolgozott, sok labdát szerzett, Vadóc jó játszott. Snyder. Van Nistelrooy. Hafellay. Gera került a földre. Van Nistelrooynak elmagyarázza, hogy mi történt. Hát lökött, egyértelműen lökött Van Nistelrooy. Utána még meghihet Gerától. Jó kép volt. Rudolf, Koeman. A magyar válogatott nagyon nagy mélységekből szedte össze magát. Azt gondolom, hogy ezt nem kell különösebben elemezni. Utahaza kikapni 4-0-ra egy csapattól, majd 4 nap múlva ugyanaz ellen a válogatott ellen pályára lépni. Azért ez pszichológusok korán komoly csemegéje lenne ezt elemezgetni. És megoldották a mieink. Még akkor is, ha kikapnak. Sokkal bátrabb teljesítmény nyújtott a magyar válogatott. Nem lehet összehasonlítani a két csapatot, amelyik pénteken pályára lépett, és amelyik ma. És bebizonyította, amit nagyon szeret hangoztatni Egervári Sándor, hogy ez egy szerethető válogatott.
szeressük őket, és bízzunk abban, ne legyen letargia, felejtsük el ezt a 0-4-et, azt tényleg jobb elfelejteni, tanuljunk belőle, nem erről van szó, és bízzunk abban, hogy ősszel a közönség támogatásával odahaza Svédország és Finnország ellen sikerül győzni, és hát persze San Marino és Moldova ellen idegenbeli mérkőzéseken is jó eredmény szükségeltetik. Nagyon jó lenne a közönség ezután, a mérkőzés után megint úgy gondolná, hogy ez a válogatott érdemes arra, hogy kimenjenek majd a stadionba a játékosok kedvéért. Én úgy gondolom, hogy érdemes, de hát ez a magánvéleményem. Elia. Mindjárt vége a mérkőzésnek, ezek már a ráadás pillanatai természetesen. Mancák. Fülöp. Gyere, most rosszul számította ki a labdaívét. Matthijssen. Mond már nézi, hogy mikor fújja le a mérkőzés. Azt hiszem néhány másodperc múlva ezt megteszi. Hatodik mérkőzését is megnyeri ebben a selejtező csoportban Hollandia, ami azt jelenti, hogy 100%-os volt a VB selejtezők során, és most is a hatodik, tehát egymás után 14. selejtezős győzelmét aratja a holland csapat. Mi pedig 6 forduló után 9 ponttal állunk a csoportban. Van der Wiel. Emanuelsson. Vancák. Komam. És most vett véget a mérkőzésnek Sreinadvár Moon. A hatalmas idegborzoló néhány perc után egy nagy-nagy megkönnyebbülés a hollandok szempontjából. A magyar válogatott vezetett az 50. percben 2-1-re, és még negyed órával a befejezés előtt is 3-3-ra állt. De Dirkhuyt 2 gólt szerzett, egyet nagyon szépen, egyet meg szerencsésen, és így végül a hollandok győztek 5-3-ra. Ettől függetlenül a magyar válogatott minden dicséretet megérdemel a korábban elmondottak alapján. Nagyon komoly teljesítmény, hogy lélektanilag így fel tudta Egervári Sándor készíteni a mieinket. Kedves nézők, a végeredmény, tehát papírforma, a mutatott játék azonban azt gondolom sokkal jobb volt, mint amire a pénteki után számítottunk. Én a magam szempontjából gratulálok a csapatnak, és remélem, hogy lesz erre alkalmam, amikor Egervári Sándorral beszélgetek. Megpróbálom természetesen a mérkőzés utáni riportot elkészíteni. Most köszönöm egyelőre a figyelmüket, viszontlátásra! Hát én azt mondom, hogy helytállt a csapat. Azt hiszem, hogy a múlt pénteki produkció után senki nem várta ezt az eredményt. És hát ne feledjük el, amit Ricsi is mondta, a 75. percben még egy pontunk volt. Így van, nagy hittel, nagy szívvel, nagy akarattal és nagyon jól játszottunk. Tehát ilyen mérkőzésen ezt a vereséget az ember elfogadja. Sanyi? Ez az a játék, amivel kiegyeztünk volna, hogy nekem időnként már... Mármint a második félidős. Nem, az eredmény az csalóka, mert végül is azt gondolom, hogy jobb csapat, de azért szerencséjük volt, tegyük hozzá őszintén. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy ez a játék elfogadható. Tehát ez már egy olyan játék, amit méltán kell díjaznunk, mert mégiscsak a világ egyik legjobb csapata. Marci, te jössz? Hát ennyit jelent az önbizalom és a bátor játék. Még helyzeteink is voltak, idegenbe rúgtunk 3 gólt, viszont példátlan, szerencsétlen gólokat kaptunk, épp majd erre visszatérünk. Jó, legyen igazad. Az a helyzet, hogy kedves nézők, most egy reklámblokk következik, aztán még majd visszamegyünk Amsterdamba is, mert reményeink szerint majd rendelkezésünkre áll a szövetségi kapitány is, de előbb reklám, és aztán jön majd a hosszabb elemzés. Tartsanak meg!